Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Rex to Riches nevű sorozatomnak a következő része, és az előző részben fogalmam sincs, hogy mit csináltunk, mert nagyon-nagyon régen vettem fel, viszont alap, hogy pénzt kerestünk, hiszen ez ennek a kis sorozatnak a célja, és úgy látom, hogy elég ramagy állapotban hagytuk itt a kertet, aminek annyira nem örülök, és úgy látszik, hogy Hena felkelt, és megint a tengerbe ment volna, eléggé függő, én úgy gondolom. Hozzuk helyre egy kicsit ezt a kertet, mert nem szeretném, hogyha meghalnának a növényeink, ugye egy idő után, hogyha ilyen nagyon szomorú állapotban vannak szegények, tehát például ki vannak száradva és gazdosak, akkor meg tudnak halni, és én azt nem szeretném, szóval gyorsan kezdjük is ezzel a munkálatokat ebben a részben. És a szokásos módon folytatni fogjuk a pénzkeresést, valamelyik lány itt fog állni, és eladja a cuccokat, amiket kerestünk, a másik lány pedig horgászni fog, vagy halászni, hogy pótolja az eladott tárgyakat, úgyhogy rendkívül izgalmas néznek nézünk elébe. Nincs különösebb sztoriszálas tervem most. Adjunk el mindent, én úgy gondolom, nem fogjuk kirakni most a Bird of Paradise-okat az asztalra. Viszont ki fogunk gazolni mindent. Miért vagy szomorú? Ó, nem voltál eleget az óceánba. Hát sajnálom, mindjárt mehetsz úszni, jó? Mit szólsz, Hena? Leküldelek kincset keresni. Ó, és úgy látom, hogy egy pár növénykénk megérett arra, hogy egy szinten feljebb lépjem. Ó, az egy pár úgy látszik túlzás volt, mert összesen egy darab növényünket sikerült felfejleszteni. Menjünk, keressünk kincset, és akkor talán Hena megnyugszik egy kicsikét, és szegény Jessie meghalt. Úgy sajnálom szegényt, és még ők is még mindig szomorúak miatta. Lehet, hogy át kéne hívnunk Fenesset egy vacsorára, hogy még láthassa utoljára a lányait. Ő is, mielőtt meghal. Ez nagyon rossz elképzelni. Szegény Jessie nem láthatta, hogy a lányai egyébként beteljesítették mindazt, amit ő kijelölt számukra, és kibékültek, és meggazdagodtak meg minden, szóval poor Jessie. Na, kezdjük is el ezt a kis kiárusítást. Mennyi cuccunk van még itt? Azért van bőven, szerintem. Kitart egy darabig. Mi van a csapdákkal? Mi az, hogy set trap? Nem állítottam őket föl? Legutóbb? Valami nem stimmel. Vagy én voltam hülye? Vagy a játék úgy döntött, hogy én nem állítottam fel ezeket a csapdákat. De az is lehet, hogy direkt nem állítottam fel ezeket a csapdákat, mondván, hogy még elég sok cuccunk van. Nem tudom. Ó, Hena is talált valamit a kincskeresés közben, ami király. Gyorsan ezt ki is rakjuk ide az asztalra. Ezt eladom csak is simán, mert csak 10-et ért. Az nem annyira izgi. Viszont kijött, hogy telefonozhasson. Visszaküldjük őt még egy kincskeresésre, az a biztos. És mivel arra jöttem rá, hogy nem érdemes rátukmálni a népekre a szajrét, ezért most csak hagyjuk, hogy Ena itt álljon. És hagyja, hogy a vásárlók maguktól eldöntsék, hogy szeretnének-e vásárolni. Ah, és igen, megint elfelejtettem bezárni az ajtót. Hé, hát nem csinálsz. Nem erről volt szó. Játék, te meg ne akadj be, légy szíves. Közben megy a feltöltés a háttérben, és ilyenkor hajlamosabb lefagyni a játék, mert szegény gépem egy csomó mindenre figyel. Azon kívül, mint amire kell. Hena nem talált semmit. Azt írja, hogy az X ezek szerint nem a kincset jelölte a térképen, nem mint hogyha Hena ott van lent, az az árnyék akar ő lenni. Nem mint hogyha lett volna nálunk kincses térkép, vagy ilyesmi. De mindegy, ő tudja. Egyébként is feltehetőleg a víz alatt elázott. Rakjuk föl azokat a cuccokat, amik még itt elférnek. Aztán hamarosan véget ér a kiárusítás, szóval kezdhetünk egy újat. El szoktam felejteni újat kezdeni, és akkor nem értem, hogy miért nincs itt senki, és miért nem vásárol itt senki. És itt van a mi kis barátunk, és azt mondtátok, hogy adjam neki úgy a Potion of Use, hogy ugye neki adom, és akkor átmegyek hozzá. Ez volt az eredeti tervem, tehát, hogy átmegyek az ő háztartásába. És nincs is már annyi pontunk.
És akkor megitatom vele, csak a probléma itt az, hogy nincsen a városban. Szóval elég sokat kéne keresni őt a kis háztartások között. Vagyis legalább meg kéne jegyeznem a nevét. És úgy érzem, hogy ez nekem túl sok macera. Én egy rendkívül lusta ember vagyok, szóval nekem jobban tetszik az az ötlet, hogy majd szerzünk más barátot Enának, ha eljött az ideje, és családot akarunk alapítani. Ő a gonosz sellőnéni? Hasonlít a gonosz sellőnénire egyébként. Milyen kis pocakos. Mit fog csinálni oda bent? Kezet mos. Tuti sellő. Hogyha csak bejött simán kezet mosni, tuti sellő. Kellett neki a kiszáradás ellen. 1540-ért megvette a vudubamánkat? Vagy mit vett meg 1540-ért? Tök mindegy, én örülök neki, és annyi pénzünk van, hogy hamarosan lehetséges, hogy újra át kell alakítanom a házukat a lányoknak. Most már azért azt a 30 ezeret elkölthetnénk. De egyébként 75 ezer, nem, 35 ezernek kell lennie a kis megtakarításunkba ahhoz, hogy ezt kipipálhassuk Enának, szóval ezt szerintem meg fogom várni, mivel akkor lehet, hogy vehetünk egy új Potion of Youth-t. Mennyit ér ez? 500-et? Ja, akkor vehetünk egy új Potion of Youth-t, és lehet, hogy össze fogom szedni magam, és ráveszem magam, hogy megkeressem a barátját a kis háztartás katalógusban, és elkezdjek vele játszani. De a problémám az, hogyha új játékot kezdek vele, mert mint hogyha beköltöztetem és elkezdek vele játszani, akkor az már nem ő lesz. Ugye nulláról kezdjük általában a szimekkel a dolgokat, és félek, hogy nem lesz bent az inventoriában a Potion of Youth, és akkor elpazaroltam egy csomó pontot, viszont azzal a sráccal meg nem szeretnék játszani. Tehát nem akarom elérni vele az 1500 pontot, hogy én akkor majd veszek neki egy Potion of Youth-t. Szóval ez mindenhogyan kockázatos vállalkozás. Számomra legalábbis. Na, csináljunk valami kaját, mert éhesek a kis szimeink. Együnk spagettit. Vennék egy kis spagettit. Mindig megkívánom a szimektől a kajájukat. Valamiért, nem tudom miért, és majd közben jól nézünk tévét, és nézzétek, ezt nem értem, hogy Ene például tud itt a sarkon főzőcskézni, viszont hogyha nézzétek a Szigetvilág nevű sorozatomat, abban a káva tálat próbáltam így a pultokra elhelyezni, és hogyha nem ilyen rendes pultom van, és annak is a közepén, hanem mondjuk egy ilyen lezáró pult részen, tudjátok, ami mondjuk csak egy ilyen háromnegyed pult, vagy pedig egy ilyen sarokpulton van, akkor nem működik, és ez nagyon-nagyon frusztráló számomra. Ötös szintű főzésjártasság, jaj, de jók vagyunk. Nézd közben tévét, Ena, mert rád fél, úgy látom, és ahogy látom, még el is fáradtál. Te is. Mi van veled, ilyen sokáig vagy lent a víz alatt? Remélem, akkor most már találsz egy kincset. Na jó, Jesse szelleme azért még figyel a lányokra, úgy látom, úgyhogy nem lesz itt probléma. Most már tuti nem kincset keres egyébként, mert úgy látszik, hogy magától pakolta be ide ezeket az interakciókat, és én teljesen elvesztem, hol vagyunk, itt a lakásunk. Jó, elmehetsz mosdóba, te is, aztán kajálj egyet, get leftovers, beszélj Enával egy kicsikét. Kérdezd a napjáról, meg ilyesmi, hogy felmenjen a szociális szükségleted. Oké, úgy látszik, ez nem jött össze. Azt mondtam először, hogy pisilj. Nem szeretném, ha bepisilnél ide a házunkba, mert én biztos nem takarítom össze utánad. Meglepő módon pelenkákra gondol, biztosan örülne neki, hogy a felnőtt pelenkát hordani, és nem kéne elmennie mosdóba valamiért. Szerintem ilyen gondolat környezetbe fordulhatott elő. Ez. Ene elment aludni, szóval nem fogunk tudni vele beszélgetni. De nem baj. Azért a társaság hiányában nem szoktak belehalni a szimek. Úgyhogy feltehetőleg még reggel is ráérünk beszélgetni vele. És ingyen van kaja meg pia városba a Night on the Town tradíció miatt, vagy ünnep miatt, nem is tudom, hogy hívják ezt. Ünnep inkább, mert ezek a tradíciók, amik itt vannak.
Viszont csak hajnali 2-ig, és már este 10 van, úgyhogy nem biztos, hogy sikerül elcsípnünk. Főleg, hogy a lányok éppen alszanak. És Anna valamiért felkelt, annak ellenére, hogy még nem aludta ki magát. Ó! Ha már itt tartunk, és Vanessa elhívott minket, akkor miért ne menjünk? Úgyis akartam vele találkozni, hogy láthassa a lányait, mielőtt ő is meghal. Szóval kapóra jött, hogy hívott minket. Ah, még mindig a szép régi töltőképernyőn van. Nem tudom, hogy azután lesznek-e kint ezek a részek, hogy már megváltozott a töltőképernyő vagy sem, de ennek ellenére én nagyon ünneplem, hogy mikor itt töltőképernyő van. És nincs túl nagy tömeg itt, viszont beszélgethetünk egy kicsit az anyukánkkal. Nem akartam legjobb barátokká válni vele. Csináljunk egy képet. És menjünk be, ígyunk valamit. Most azt hiszem, ingyen van minden, remélhetőleg. Order drink. Az egész csoportnak rendeljünk valami finomat, legyen. Plasma chain. Az nagyon-nagyon jól néz ki. Nem tudom mi az, de olyan szép volt. Ígyunk olyat. Megvárom, míg a többiek is bejönnek. Gyertek már be! Na jó. Úgy látszik, meg kell mondanom nekik egyesével, hogy üljenek már ide. Nem tudom, hogy miért a bár előtt akarnak beszélgetni egyébként. Így add meg a kis izédet. Te is így add meg a kis izédet. Vanessa, gyere, így add meg az izédet, te is. Hene nincs annyira elragadtatva, hogy mit ne mondjak. Ó, olyan aranyosan ránézett erre a szimre. Úgyhogy lefényképezzük. Miért ne? De olyan képet akarok róluk csinálni, hogy együtt vannak anyukájukkal. Nem tudom, mit csináljunk vele. Kérjünk tőle tanácsot. Biztosan ő is gyászol egyébként. Miért ilyen messziről beszélgettek? Akkor maradunk Henánál. Csinálunk még róla képeket, csak hogy lássuk, hogy amúgy eljöhettek bárba is. Én ennyire jó fej gazda vagyok, vagy nem tudom, hogy nevezzem magamat, hogy megengedtem nekik, hogy a nagy pénzkeresés közepette egy kicsit kikapcsolódjanak. Ahogy egész sok ember van itt. Próbálkozunk Kenának szerezni valakit, aki fiatal felnőtt, sima felnőtt, tini, fenn, kinek a fennje? Lehet, hogy Vanessa-i. Ő meg valószínű nem fiatal felnőtt. Úgy látszik, kihaltak a fiatal felnőttek ebben a városban. Amúgy hol vagyunk most? Oasis Springsben valószínűleg. Miért nincsenek fiatal felnőttek az ismerőseid között? Sincsenek fiatal felnőttek? Ő is sima felnőtt. Hát ő meg öreg. Elég balszerencsések vagyunk ilyen téren. Lehet, hogy meg kéne ismerni ezt a tinit, de őszintén, mert valószínűleg fel fog nőni, mire gyereket akarunk, de őszintén, nem hiszem, hogy szeretném, hogy ő legyen a jövendőbeli gyerekeinknek az apja. Nézzünk körül, hát ha valaki mászkál itt a városban, aki fiatal felnőtt, a fiatal felnőtt, vagy nem, sima felnőtt, mi van veletek? Ha így folytatjátok, elhelyezek a galériából a szexi csávókat a városban, és velük fogunk ismerkedni. Hogyha nem szeditek össze magatokat, drága szimek. Lehetne egyet korizni, korizzunk. Invite to skate. Hena és a muterunk. Vanessa. Fura Vanessa-t muterszóval illetni, nem minden muterra illik a muterszó. Nincs itt senki. Mi van ott a háttérben? Úgy néz ki, mint valami őrzött terület. Ups, lehet, hogy nem kéne ennyit pörgetni.
Tudnátok úgy egymáshoz közelebb jönni? Vanessa, hova mész? Invite to skate. Gyerünk. Gyertek, gyere Vanessa. Megvárom, míg úgy nagyjából közel lesznek. Egy kicsit tudjunk olyan képet csinálni, ami mindketten látszanak. Jézusom! Húzat van, és becsapta az ajtót a húzat. Remélem, nem hallottátok. Úgy látszik, hogy Hannah nagyon-nagyon-nagyon fáradt. Sajnos az ő alvási idejét így nem sikerült megvárni, és ezek szerint azért nem jön, mert gyökkettővel közlekedik, szóval nem igazán fog ideérni korcsolyázni, én úgy látom. Várjatok, jobb képkészítési lehetőségeink akadtak. Kicsit közelebb vannak egymáshoz. Jézusom, milyen fene van? Fene? Feje van Enának, kicsit ijesztő egyébként. Talán bagos a játék mostanában. És azért ilyen fura a szemünk meg a szájuk a szímeknek. Kicsit olyan rosszul vannak árnyékolva. Akarok csinálni olyan képet is, ahol eltaknyolnak. De úgy látszik, Enán csak megbotlik, de nem taknyol el rendesen, ahogy én szeretném. Te meg nem fogsz ide érni, basszus, össze fogsz esni. Egyébként nincs is rajta görkori. Tehát ezt is bugnak könyvelem el. Vagy eddig sem volt görkori a szímeken, mikor ezt csinálták, mert nincsen kerekük. Na jó, tudjátok mit. Ó, megjött Hannah. Neki van kereke, akkor csak Hannahnak nincs. Mostanában mindenképpen Hannah van egyébként minden borítóképen, de valahogy ő megfelelőbb szituációkba szokott kerülni, mint Anna. Abba hagyjátok most a korizást, még nem, ugye? Ups. Bírom, hogy még csúsznak egy sort, vagy nem egy sort, de egy bizonyos távolságot. Szerintem egy kicsit ez lustaság a Sims készítői től, mert ugye a sima korinál ez valós, hogy a jégen még csúsznak egy kilométer, de azért a parketten nem annyira lehet sokat csúszni ennél a sebességnél, én úgy gondolom. Most Anna is megbotlott egyébként, szóval róla is lehetett volna jó képet csinálni, csak lemaradtam. Jéj! Most már van bőven kép, amiből válogathatok, viszont nem akarom, hogy Hannah összeessen így az álmosságtól, szóval inkább hazaküldöm őket. Később bánat, úgy látszik. Szegény! Na, siessetek haza, lányok, nem érünk rá egész nap. Aludni kell egyet, aztán kell folytatni a pénzkeresést, mert most emiatt a kis kikapcsolódás miatt le vagyunk maradva. Ahelyett, hogy egész nap éjjel-nappal 0-24-ben griznétek. Itt szórakoztok nekem. És csodálkoztok, hogyha nem lesztek gazdagak, gyerünk, Hannah elmehet aludni, te pedig, Hannah még tudsz egyet pisilni, mielőtt alszol, talán... Még annyit kibírsz. Ups, ezt nem akartam kiikszelni. Nem akartam, hogy megállsz, csak azt hittem valami hülyeséget csinálsz. És már automatikusan kiikszelem, amit a szímek csinálnak. Ezt meg végképp nem tudtam értelmezni, hogy mi volt. Lehet, hogy előtte enned is kell valamit. Get leftovers. És aztán aludjám. Kinyitom az esernyőm, aztán becsukom az esernyőt, viszont király, hogy esik az eső, mert legalább öntözi a növényeinket, és nekünk nem kell, de úgy látszik, hogy gazosodni is gyorsabban gazosodnak tőle. Úgyhogy reggel, megint ezzel kell kezdenünk a munkát, hogy gondoskodunk a kertről, és egyébként már most el lehet adni egy csomó terményt, ahhoz képest, hogy pár órája arra adtuk őket. Elég jó ahhoz ez a kertészkedős biznisz. Így, hogy már két évadban is nagyjából a kertészkedéssel foglalkozunk. Így már teljesen biztosra vehetem, és biztosan állíthatom, hogy kertészkedésből nagyon gyorsan
meg lehet gazdagodni a Sims 4-ben is, nagyon alkalmas a Rex to Riches kihívásokhoz. Sell all. Adjunk el minden gyorsan. Aztán gazoljunk ki mindent. Nem volt ott, hogy weed all, de szerintem nem is szokott, úgyhogy remélhetőleg megcsinálja az összeset. Hatos szintű kertész jártasság, király. Elég sok skillünk van már, szerintem 6-os karizma, 5-ös cooking, 9-es fishing, 6-os gardening. Nagyon sok rétűek lettek most ezek a szimek ebben az évadban. Sok mindenhez értenek. Nem úgy, mint Jesse például, szerintem ő egy kicsit jobban erre a social médiára koncentrált. Aztán lehet, hogy volt egy valag skillje, csak nem emlékszem rá. Nem akarunk átmenni most Vanessához. Azt akarom, hogy Hena állítsa meg itt a csapdákat, és nagyon erősen esik az eső a játékban. Most lehet, hogy az eső miatt nem is fogja majd megcsinálni Hena, amit kérek tőle. Ez az. Mondjuk Henának szeretnie kell a vizet, én úgy gondolom, mégiscsak egy sellő, szóval ezzel nem kéne, hogy problémánk legyen. Viszont, hogyha már esik az eső, én nem feltétlen szeretném, hogy ők kint álljanak, és árulják a cuccaikat, úgyhogy beküldöm Henát, és nem tudom, valamit csinálunk. Adományozhatnánk. De ezt nem fogunk. Update. Scout Pack website, miért ne? Nem tudtam, hogy van ilyen opció, ugye mi már felnőttek vagyunk, szóval annyira nem vagyunk cserkésznek valók, de nem baj, és elállt az eső, szóval ezután akár ki is jöhet árulni a dolgokat. Most még programozás skillünk is lett ezzel. Most Henának egész jól megy ez a csapda felállítás, úgy látszik, hogy mindegyiket sikerült felállítania, amire eddig rákattintottam. Oké. Azt hiszem az volt a következő, amit kiválasztottam, úgyhogy ezzel elvileg meg lesz az összes, mi pedig most gyorsan kiárusítunk pár dolgot. És szerintem most már a két rész között mindenképpen helyezek el szimeket ebben a városban, mert úgy gondolom, hogy azért nincsenek nagyon fiatal felnőttek már, mert nagyon régen helyeztem el utoljára a szimeket, és az alapszimek is közben megöregedtek, mióta játszunk. Azért, hogyha belegondoltok, ez már a hányadik évad? Negyedik évad. Szóval 4 generációt végigjátszottunk. Ennyi idő alatt bőven meg tudott öregedni mindenki. Hene egészen jól van, de akarok vele szocializálódni egy kicsikét, mert arra szüksége van, szóval... Ő elmegy, úgyhogy nem tudunk szocializálódni, nem tudunk beszélgetni a halakkal. Menjünk ide inkább, és... Vagy csak menjünk be a vízbe. Swim here. Megint esik az eső, nem már. És... Várj, maradj ott. Hívd ide a delfin, beszélges egy kicsit a delfin, a mermaid. De jó, van ilyenünk! Megváltoztattak az időjárást, királyok vagyunk. Elvileg el fog állni az idő. Legalábbis én azt kértem tőle, hogy azt csináljon. Ne menj ki. Gyere ide-vissza. Swim here. Gyerünk. Hello, kértem tőled valamit. Na látjátok, így kell elállítani az esőt. Enem pedig addig árulja itt a cuccokat. Hívjuk ide a delfinünket. Mondjuk az Mermaid Power volt. Az lehet, hogy nem tartozik ahhoz, hogy ide hívjuk a delfin, szóval... Aj, szia, delfin! Istenem, de cuki. Jaj, szia, delfin. Nézzétek a szivárvány, de szép. Ki az a csávó? Fiatal felnőtt? Igen! Elkapjuk. Hena most itt el lesz. Nekünk muszáj bevetnünk magunkat.
Szia, kedves fiatal felnőtt. Ó, neki tuti van párja, de nem baj, próbálkozunk. Először egy cheerful introduction. Benne van a Búvár klubban. Meglepő, hogy így ötvözik a két kiegészítőt random módon a játékban. Közben tart a yard sale, lehet, hogy ezt kiikszelem. Splash. Good to know. Ask about day. Inspirált hangulatban van. Joke about politicians. Discuss interests. Ask about career. Majd ez azt jelenti, hogy át kell hívnunk a jelenlegi partnerünket, és meg kell szakítani vele a kapcsolatot. Egyébként jobban örülnék, hogyha ő lenne gyerekeink apja, mint akit először kiválasztottunk. Ő neat, szóval elég sokat fog takarítani. Az jól hangzik, a make a flirtatious joke is jól hangzik. Talán működni fog. De egyelőre barátkozzunk, hogy majd hajlandó legyen átjönni hozzánk. Hogyha hívjuk. Exchange numbers. Mondjuk ezt nem tudom, hogy hogyan fogják megcsinálni a vízben. Ez give single. Mondjuk annyira nincsenek magasan a mutatóink. Hát jó, végül is ezek szerint lehet telefonálni a vízben. Valami nagyon profi vízálló cuccaik lehetnek. Na nem baj. Én örülök, hogy ezt meg lehetett csinálni. Barátkozzunk még egy kicsit. Discuss interests. Romance Festival. Úristen, mindenképpen el kell mennünk a Romance Festivalra ezzel a csávóval, hogy hívnak téged. Ugyanaz a neve, mint a mi csávónknak. Ugyanúgy néz ki. Csak ő young adult. Wow. Érdekes randomizálási módszerei vannak a játéknak. Ugyanolyan csávokat, ugyanolyan névvel, más hajjal, és kész. Úgy látszik, klónok lepték el a Sims 4 világát. Ebből lehetne valamilyen nyomozó sorozatot készíteni. De lehet, hogy ő a fia a másiknak. És akkor ő az ifjabb. Vagy nem tudom. Minden esetre remélem, hogy nem fogunk lebukni. Share photos. Ene, figyelj, be kell vetned magad, és nagyon remélem, hogy nem fogsz elaludni közben. És nekem meg leesik a fejhallgatóm, bocsánat, ezt meg kellett igazítanom, hogyha behaladszott, akkor... Akkor ez az volt. Szórjunk mindenféle szirmokat, pletykáljunk a Sakura teának a hatásairól, és egyébként öltözzünk át, mert nem szeretnék ebben flörtölgetni ebben a kis fürdőruciban. Vegyük fel mondjuk ezt a ruhánkat, mert az nekem tetszik. Egyébként az a szemüveg a csávón szörnyű. Ezek a randomizált címek, alig várom, hogy átalakítsam magunknak. Joke about getting together. Mention flirty festival vibe. Nem meséljünk neki a flörtölős álmunkról vele kapcsolatban. Viszont ígyunk ilyet közösen. Ne akadj be, játék, légy szíves. Gyerünk, Anna. Vesd be magad. Csináljunk rólad most is egy képet. Úristen, ebben a részben annyi minden történt, hogy már azt se tudom, hogy mi legyen a borítókép a videóban. Amúgy de olyan szép. Nem tudom, miért nem szeretitek. Hey, legalább ide ülj már, légy szíves. Elfoglaltak a helyünket, te. Nem tudom, ki vagy, de utálunk. Ask about day. Sexy pose.
Az a pohár elég varázslatos volt, nem hiszem, hogy úgy nem ömlött volna ki egyébként. Kis Hans, próbálkozzunk. Hát, ha neki is olyan kedve van. Brace, valaki puszit küldött, legalábbis a hang alapján. Knock-knock joke. Of a rose. Ennen talán az első ebben a sorozatban, akinek több partnere volt. Tehát, hogy nem a kapásból az első emberkére csaptunk le, de aztán lehet, hogy rosszul emlékszem. Skip single. Lehet, hogy az első csók után... nem csokolóztak, azt hittem. Az első csók után elég cink lett volna megkérdezni, hogy amúgy szingli-e. Declare heat of the moment passion. Ups, lemaradtunk az első csokról, de nem baj, mert igazából Enának már volt egy első csokja valakivel, az ő klónjával, úgyhogy invite to stay the night. Ez most egy hosszabb rész lesz, mert nem akarom önket itt hagyni. Hát nem, mistletoe kiss. Sima kiss. Nem, mint hogyha tél lenne egyébként. Ez egy elég extra csók. Mindig elfelejtem, hogy a sima csók az ilyen extra, nem olyan, mint az első csók, hogy ilyen kis szájra puszi. Közben megint leesik a fejhallgatóm. Sorry, emberek. Heat of the moment proposal. Tudjátok mit? Jó. Jegyezzük el. Miért ne? Ez ilyen a pillanat varázsa. Vajon igen? Mondom úgy. Mondjuk igen. Úristen, visszautasított minket. Ne! Pedig olyan cukik voltunk. Én örültem volna, hogyha belemegy. Mindegy, próbálkozunk. És most ezért mérges? Érezd magad megtisztelve, inkább smooth apology. Elég jó a karizmánk, míg visszahozzuk. Ne menj el. Hé, hova mész? Faképnél hagy minket. Ilyen nem szabad. More choices, compliment outfit, nem. Hol van a smooth apology? Romance. Már. Oké. Ez nem jött össze. Menjünk vissza a barátkozáshoz. Hú. Escobar day. Oké, nem hagyott itt minket teljesen, de még menekül. Nem visszafordult. Ide fogunk pisilni, és az még cikibb lesz, és bele fogunk halni. A kínosságba, whisper seductively. Throw petals. Joke about getting together. Express fondness. Invite to stay the night. Mert úgy látszik, hogy ez nem jött össze. Visszautasítottak minket, ez most rendkívül frusztráló. Ask to move in, azt még nem. Compliment outfit, mondjuk. Közben bereggeledik. Közben fel kell a nap. Express admiration. Square day. Tudom, hogy ezek nagyon sablonos dolgok, és mindig ezt csináljuk, de nem baj. Tudjátok mit? Menjünk haza. Menjünk haza. Várj, először pisilj. És utána hazamehet. Egyébként gyűjthetnénk itt valami növényt is, hogyha már itt vagyunk. Milyen növények vannak itt most? A lilium az jól hangzik. Tudjátok, mint learatunk mindent, és megnézzük, hogy mit szeretnénk majd elültetni otthon.
aztán hamarosan elköszönünk, hogyha elküldtük Enet végre haza, utána elköszönünk tőletek. Mik vannak itt? Chrysanthemum, Lily és Bird of Paradise. Mehetsz haza. Ez egy nagy kudarc volt, de közben nem ismert igazából. Összejöttünk a sráccal, csak nem akart két perc ismerettség után összeházasodni, nem is értem, hogy miért. De a Simsben ez szokott működni, úgyhogy gondoltam, bepróbálkozok. Meg úgy voltam vele, hogy ha már Romance Fesztiválon vagyunk, akkor lehet, hogy nagyobb eséllyel mond igent, mint nemet, de ezek szerint tévedtem. Szóval remélem, így is tetszett nektek ez a rész, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek hiók. Sziasztok!